A mexikói drogbandák harcában meggyilkolt vagy eltűnt szeretteiket gyászoló asszonyok ezrei vonultak Mexikóvárosban anyák napján, azt követelve a hatóságoktól, hogy tegyenek az erőszak és a bűnözés megfékezéséért végre. 2006 óta becslések szerint 40 ezren tűnhettek el a drogháborúban. Nekünk anyáknak, akik elveszítették a gyermeküket, vagy a családjuk egy másik tagját, nincs mit ünnepelni. Azért vagyunk itt, hogy a hatóságok hallgassanak meg bennünket és cselekedjenek végre, mondta egyikük. Az eltűntek szinte soha nem kerülnek elő élve. A tömegsírokba temetett, erőszakos halált halt emberek maradványait pedig sokszor nem azonosítják, így a hozzátartozók gyászolni is nehezebben tudnak. A közép-amerikai országban nem május első vasárnapján, hanem május 10-én tartják az anyák napját.